város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A miniszterelnöki hivatal, az MTA Regionális Kutatások Központja és a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara közösen szervezett ma konferenciát az egyetem aulájában. Az előadások a közigazgatás és a területfejlesztés tárgyköréből merítettek. Az elmúlt másfél esztendőben a régió kutatások felerősödtek. Számos tudományág érintett ebben, így például a közgazdaságtan, az urbanisztika vagy éppen a közigazgatás. Erre hatással volt a kormány 2 éves közigazgatás fejlesztési politikája is, melyben az államigazgatási régiók, valamint az önkormányzati régiók kutatását tűzte ki célul. Ennek a munkának az eredményét ismerhették meg a résztvevők a Területfejlesztési Közigazgatási Regionalizáció című konferencián. Ezek a munkálatok közvetlenül a miniszterelnöki hivatalhoz csatlakoznak be, a megbízásokat onnan kaptuk, világbanki támogatással folytak ezek a kutatások. És hát természetes a nagy kérdés az, hogy ezekből a kutatási eredményekből a politika mikor és mennyit hasznosít. A meghívott előadók a téma kiváló kutatói voltak, akik többek között a kormány közigazgatás fejlesztési célkitűzéseiről, a regionális tudomány új eredményeiről, valamint a területfejlesztési régióépítés új kihívásairól tartottak előadásokat. Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság eheti ülésén januárra halasztotta a döntést a Baranya megyei Gyermek- és Ifjúságvédelmi Közalapítvány kérelmének ügyében. Az alapítvány szerződés megkötését kérte a tartósan gyógykezelésre szoruló tanuló kórházi oktatása érdekében. Hogy-e tevékenységnek mik a tárgyi és szakmai feltételei, ennek igyekeztünk utána járni. 2000. március 1-től működik a Baranya megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány országosan egyedülálló kórháziskola programja, amely a 6 és 18 év közötti tanulók tanulmányi szintertartását szolgálja. A kórházakban lévő olyan gyerekek, akik 7 napnál tovább szorulnak a kórházi kezelésre, nem tudták biztosítani az iskolai továbbtanulást, illetve a szinten tartást. Ezért alakult ki ez a kórháziskolai program, hogy ezt biztosítjuk, a gyerekek, ha kórházi kezelés befejeződött, ugyanúgy vissza tudjanak kerülni a mindennapi életbe, és az iskolájukba természetesen. A program 3 egészségügyi intézményben zajlik, összesen 18 egyetemi végzettségű pedagógus részvételével. Az alapítvány tanárai minden diákkal külön foglalkoznak, szinte minden tantárgyban. Örömmel fogadják, mivel hát hiába van itt a szülő, de mégis egyfajta változatosságot jelent nekik, hogyha mi mondjuk napi egy, vagy ha jó esetben másfél órát tudunk velük foglalkozni. Kicsit kimozdulnak ebből a kórházi légkörből a tanulás által, és hát azt gondolom, hogy a betegségről is el tudjuk vonni a figyelmet. A kórháziskola programot a Baranya megyei munkaügyi központ és a Soros Alapítvány finanszírozza, ám ezek a támogatások csak február 28-áig érvényesek. A program iránti hatalmas igény miatt viszont a kórháziskolát jövő évben is folytatni szeretné a közalapítvány. A finanszírozás érdekében a megyei és a városi önkormányzat illetékes bizottságaihoz fordultak. Egy olyan kezdeményezés indult el, hogy mind a megyei, mind pedig a városi önkormányzat egy-egy pedagógus bérét fölvállalná. Azt szeretnénk, hogyha egy együttműködési megállapodással vagy egy ellátási szerződéssel biztosíthatnánk ezt a dolgot. Már csak azért is, mert a közoktatási törvényben a megyei, illetve a megyei jogú városok önkormányzatainak feladatává teszi a törvény a tartósan gyógykezelésre szoruló gyerekek ilyen módon történő ellátását. Az önkormányzatok a szakbizottságok döntései nyomán vélhetően megszavazzák a támogatást, de a közalapítvány további cégek és magánszemélyek finanszírozási ajánlatai elől sem zárkózik el. A bosznia-hercegovinai Tuzla kanton szociális és munkaügyi miniszterének vezetésével delegáció tartózkodik Pécsett. Tegnap a városi közgyűlés vendégei voltak, ma pedig a megye vezetői fogadták őket. Azen Poljicsal, Bosznia-Hercegovina, Tuzla kanton szociális és munkaügyi miniszterével, és Ernest Mesics professzorral tárgyalt Pörös Béla, a megyei közgyűlés alelnöke. Magyar félről Frantonuló János, Apró Antal Zoltán és Futó Kálmán is részt vett a tárgyaláson. A két ország képviselői megállapodtak 3 szociális terület közös projektjének kialakításában, úgy mint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának együttműködésében, a Roma program közös pályázatainak kialakításában és a fiatal drogosok közös rehabilitációjának módjában. A Tuzlai és a Pécsi Egyetem együttműködése további közös szála kialakítását eredményezheti a jövőben.
Mint arról már hirtattunk, december 12-ig rendezhetik tartozásukat a vízmű felé azok a társasházakban élő fogyasztók, akik a vízdíjat több mint 60 napja nem fizetik. A mintegy 400 pécsi család díjhátraléka meghaladja 20 millió forintot. A Pécsi Vízmű RT a díjhátralékkal rendelkező fogyasztókat levélben kétszer felszólítja a tartozás rendezésére. Ezután kerülhet sor a szolgáltatás korlátozására és a társasházakban élők mellékszolgáltatási szerződésének felmondására. Az ezután elfogyasztott vízmennyiség már az épület fogyasztását mérő, bekötési mérőn jelentkezik. A héten tárgyalások kezdődtek a vízmű, valamint a lakásszövetkezetek és társasházak szövetsége között arról, hogy lehetne azt elkerülni, hogy egy-egy lakó tartozását ne az egész ház fizesse. A Pécsi Vízmű a korábbi gyakorlatában sem alkalmazott, mondhatom nyugodtan, úgynevezett kollektív büntetést, és nem kíván ezt követően sem kollektív büntetést alkalmazni. Tehát a célunk az, hogy a tartozást felhamozó partnerünkkel tudjuk rendezni a kialakult problémás helyzetet, és nem pedig egy közösségre hárítsuk át ennek a problémának a rendezését. Mi úgy gondoljuk, hogy partnereink számára is ez a legjobb és leghatásosabb módszere a fennálló hátralékok rendezésére. A tárgyalásokon megoldási lehetőségként merült fel, hogy a tartozásokat beépítik a közös költségbe. Az épület döntése határozza meg, hogy mi a közös költség. Ha a vizet egyénileg fizetik az épületbe lakók a vízműnek közvetlenül, akkor az nem közös költség, csak az, ami esetleg a mellékmérők és a főmérők közötti különbség. Ha tartozik valamelyik bérlő, tulajdonos vagy akárki más, akkor ez nem közös költség. Mi úgy gondoljuk, hogy a vízműnek meg kell tenni a megfelelő lépéseket, ami lehet ugye megfelelő bírói út, jogi úton, vagy hát közösen viszont keresnünk kellene azt, hogy hogy lehetne kizárni a fogyasztókat, akik nem fizetnek. Az igazi problémát az jelenti, hogy a tartozást felhalmozó lakó alsó és felső szomszédai nem szívesen engedik meg, hogy az ő lakásukból korlátozzák a szomszéd vízfogyasztását. A laktás szakemberei ezért tervezik, hogy a jövőben javasolni fogják a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását. Ennek következtében a beütást akadályozó lakó szabálysértést követne el. Pécset tartott a soron következő taggyűlését a Dél-Dunántúli Gyógy és Termálfürdő Egyesület. Az alapszabály módosítás és a tisztújítás után tájékoztatók és előadások hangzottak el többek között az országos és a regionális idegenforgalmi forrásokról. A Dél-Dunántúli Gyógy és Termálfürdő Egyesület soron következő taggyűlését december 8-án pénteken tartotta a megyeházán. Bőrnagy Ádám elnök alapszabály módosítással, majd tisztújítással kezdte meg a tárgyalást. A tanggyűlés hátralévő részében előadások hangoztak el a regionális pályázatokról és együttműködésekről, illetve a marketing eszközök fontosságáról. Szóba kerül Dél-Dunántúl regionális idegenforgalmának fejlesztésére szánt decentralizált pénzforrásról, aminek összege eléri az 1 milliárd forintot. Fontos hangsúlyt kapott az Egyesület 2001 évi feladatainak meghatározása. Az egyesületi díj emeléséről a jövő évi munkaterv elkészülte után döntenek majd. A Dinamikus Rövid Terápiás Egyesület és Alkotó Műhely, azaz röviden a DREAM Egyesület negyedik konferenciát rendezték meg ma a Művészetek Házában. Az előadások ezúttal is egy témaköré csoportosultak. Miként jelenik meg a nő az álomban és a pszichoterápiában? A Dinamikus Rövid Terápiás Egyesület és Alkotó Műhely 7 éve alakult meg Pécsett. Tagjai pszichiáterek, pszichológusok, pedagógusok. Ez az egyetlen nem budapesti székhelyű módszerspecifikus egyesület. És hogy az álom van a középpontjában, az azért van, mert egy olyan a pszichoanalízisre, annak a gyakorlatára alapuló, de hát az ezredvégen ma igazán folytatható pszichoterápiás módszert dolgoztunk ki itt társaim, munkatársaim, tanítványaim segítségével, hogy rövid idő alatt, 10-15 ülésben, 2-3 hónap alatt, heti egy alkalommal az álmok segítségével lehet terápiás segítséget nyújtani nehéz helyzetben lévő embereknek, míg a klasszikus analízis évekig tartott. Az egyesület tagjai két évenként közgyűléssel egybekötött konferenciát tartanak. Az idei a Nő az álomban és a pszichoterápiában címet viselte. A résztvevők érdekes előadásokat hallgathattak meg többek között arról, hogy miről mesélnek a női álmok, és milyen szerepet játszottak Freud életében a nők.
Az idővonat olvasótábor évi rendszeressége könyvek, vetítések segítségével ismerteti meg a gyerekekkel az elmúlt korok történelmét, kultúráját. A mai összejövetelen a tagok felidézték közös nyári élményeiket, és együtt készültek az idei táborozásra is. Az idővonat közhasznú alapítvány karácsony előtti ünnepséget tartott a Felsővámház utcai általános iskolában. Az alapítvány fő tevékenysége a nyári sikondai idővonat olvasótábor megrendezése, melybe pályázat útján jelentkezhetnek a gyerekek. Az idővonat olvasótábor közhasznú alapítvány immár 13. éve működik. Alapvető célunk úgynevezett művelődéstörténeti ismeretek nyújtása volt. Elsősorban hátrányos helyzetű, ez azt jelenti, hogy ők kis településen laknak, elvált szülők gyermekei gyermekeknek. 1988-tól a kezdetektől minden évben külföldről érkezett magyar gyerekek is részt vesznek ezekben a táborokban. Idén horvátországi gyerekeket hívtak meg. Jó éreztem magam, jó szórakozás volt, hogy ilyen vetélkedők voltak, esténként néhány buli. Művelődés versenyeket csináltunk, a különböző korszakokról tanultunk. A történelem nagy korszakain utazunk végig, ráadásul ugyanazokkal a gyerekcsoportokkal, mert 5-től 8-ig hívunk tanulókat. Elkezdjük az őskorral, és egészen napjainkig jutunk a történelemben. A hagyományos, ünnepek előtti rendezvényen közösen megnézték a táborban készült fotókat, és karácsonyi ajándékokkal lepték meg egymást a gyerekek. Neveket fogunk húzni, és egymást megajándékozzuk, és nagyjából úgy ennyit sejtek. Az alapítvány itt hirdette ki továbbá a következő évi pályázati felhívást, mellyel a táborba jelentkezni lehet. Híradónk végén kérem, hallgassanak meg egy közleményt. Mint arról már értesülhettek, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság nyomozó osztálya emberölés büntet elkövetésének alapos gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki egy Kátoly és Mária gyűjt közötti tanyán egy készúrással megölte K.I. 39 éves férfit. A nyomozás során a mai napon megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személy B.E. 36 éves lakos, az elhunyt férfi élettársa. A cselekményt családi veszekedés előzte meg, a gyanúsított hölgy őrizetben van. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Műsorunkat időjárás jelentéssel folytatjuk, ha tehetik, maradjanak velünk. Holnap erősen felhős, borult idő várható, és ködfoltokkal. A szél időnként megerősödik, a hőmérséklet hajnalban mínusz 2, plusz 3, napközben plusz 10 fok körül várható. Vasárnap sem változik időjárásunk jellege, a szél erős marad, a hőmérő higanyszála legfeljebb 10 fokig emelkedik majd. A szombati dunántúli naplóból. Bezárnak a mozik. Sorra zárnak be a megye városaiban a filmszínházak, a kisebb mozik szinte mindenütt veszteségesen üzemelnek. Jelentős részük komoly felújításokra szorulna, ám az önkormányzatok ezt nem tudják vállalni. A dunántúli napló információi szerint Pécsett is eredménytelenül zárult az egy éve bezárt Apolló mozi értékesítésére kiírt pályázat. Vészhelyzet a kórházakban. Az ország összes kórháza decemberben ágyanként 15 000 forinttal kevesebb támogatást kap a megszokottnál az országos egészségbiztosító pénztártól. A megvonás súlyos gondokat eredményezhet, az ebből adódó megszorítások akár a betegellátás rovására is mehetnek. A Magyar Kórház Szövetség a jövő héten válságtanácskozást tart a kérdés kapcsán. Részletek a szombati dunántúli naplóban.